hátul. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy nincs. Hát, nem tudhat, csak nem tudja feltámasztani ezeket a holtakat itt. Szerintem nem hiszem, hogy nekem a tizenyelme hozzá, hogy az én bűnöm lenne. Hát, nem az ön bűne. Nem az én bűnöm, közös bűnünk. Közös bűnünk. Mi őseink bűne. De biztos. Ezeket az embereket a magyar állam törvényei miatt a magyar rendőrök, a magyar csendőrök, a magyar polgármesterek, a magyar mindenfélék küldték a halálba és lopták el mindenüket, amiük volt. Tehát kérdezhetek valamit akkor? Nekünk ehhez van közük, úgyhogy... Kérdezhetek akkor valamit? Tessék, parancsolj nyugodtan. Amíg mondjuk nem tudjuk, hogy kinek ki volt az őse, addig nem biztos, hogy hibáztatni kéne, mert eleve engem sem ismer, másik nem tudja, hogy ki volt az őse. Én az országról beszélek, és ezek az országnak az állampolgárai vagyunk, legalábbis azt gondolom, és azt gondolom, hogy ezért ez az ország felelős. Ha ő azt gondolja, hogy nem, hát az... Hát sajnos nem szívóban beszélgetünk, úgyhogy nem tudom... Értem, jó. Rendben. Hát én azért vagyok itt, mert én meg ezt így gondolom. Azoknak az őseimnek a nevében is, akik elkövették ezt a dolgot. A mi őseink a magyarok. Én pedig úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy ne tudjon ez megismétlődni, ahhoz szembe kell néznünk ezzel a történettel. Hát, ha beszélgetni szeretnék, akkor kapcsolatban, mert akkor tudom beszélgetni. Hát nézze, azért... Nem tudom beszélgetni, de így nem tudom, hogy nem tudom. Nem, akkor ne beszélgessünk.